Ádás békesség, köszöntöm ma is a hallgatókat és a nézőket is. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 38. versel kezdődően, a 42. verse bezárólag. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcül ütt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Ámen. 1974-ben Marina Abramovics, szerb kortás művész kísérletet folytatott. És arra volt ő kíváncsi, hogy mit tesznek az emberek, ha abszolút hatalmat kapnak következmény nélkül a kezükbe. Ennek érdekében a művész maga lett a kísérlet alanya, és hat órán keresztül kitette magát az emberek reakcióinak. Egy asztalra helyezett 72 tárgyat, melyek között volt rózsai is, de volt egy egytöltényes pisztoly is. Eleinte csak ölelték, de egy idő után már a hajába és a testébe is belevágtak. Egészen odáig fajult a dolog, a dolog hogy valaki a fejéhez szegezte a pisztolyt, és a művész Saját ujját szegezte a pisztoly ravaszára. A kísérlet bebizonyította azt, hogy a legátlagosabb ember is képes akár szörnyű cselekedetekre is. Ha annak nincsen következménye, de ezzel együtt azt is bebizonyította, hogy valójában milyen bűnös is az emberi természet. Sok minden kavargott bennem, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és akkor is, amikor készültem róla. Őszintén szólva már, már állandó kérdés az bennem, hogy meddig kell eltűrnöm. Lelkészként is sokszor érzem túl soknak, ahogyan az emberek bánnak velem. Azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, hiszen hivatástól, kortól, nemtől függetlenül felmerülhet bennünk az a bizonyos kérdés, hogy meddig nyeljük le a békát. Egészen sokkoló tud lenni Jézus szava, mert olyan érzés, mintha kiállítana bennünket sokkal több, mint hat órán át, arra, hogy bárki kényekedve szerint azt tegyen velünk, amit csak akar. Hiszem, hogy nem erről van szó. Mert tudom, hogy Isten minden esetben az életet védi. A fizikai és a mentális életet. Ebből kifolyólag velünk ilyet nem tenne. Azt viszont kérte az akkoriaktól is, és kéri most tőlünk is, hogy a szemet szemért elven alapuló bosszúvágy helyett legyünk béketeremtő követei. Megtisztelő és megterhelő küldetés ez. Még jó, hogy van jó példa előttünk, maga Krisztus, aki minden egyes ostor csapást azért tűrt el, hogy nekünk ne kelljen. Helyettünk, miattunk és értünk. Ezért mi se ostorozzunk másokat. Ámen.